Katonai tiszteletadással bontottak zászlót a somogyi megyeszékhelyen a címeradományozás évfordulóján, ezzel nyílt meg a közel kéthetes rendezvénysorozat. Somogy 1498-ban a vármegyék közt elsőként kapott címert II. Ulászló királytól. A közgyűlés az évforduló napján ezúttal a régi vármegyeházán gyűlt össze. A régi új helyszínt, ahová visszaköltözött a testület, a történelmi egyházak képviselői is megáldották. Gelencsér Attila, a Somogy megyei közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, csak biztos alapokra lehet jól építkezni. Ennek példája a vármegyeháza épülete is. Anekdóta szerint a vármegyeháza építése 1828-32-ig az egész megyét mozgósította. Jellemzően adományokból, ingyen fából, összehordott kövekből épült ez a ház, ami éppen ezért vált az összetartozásunk szimbólumává. Talán ezért is hozta meg a közgyűlés a döntését, hogy térjünk vissza a történelem által átitatott falak közé, térjünk oda vissza, ahol főispánok, alispánok szolgálták évszázadokon keresztül Somogyországot. Ha ez az épület nem állna biztos alapokon, akkor nem bírt volna ki vérzivataros évszázadokat, mutatott rá az összefogás erősségére a közgyűlési elnök. Már holnap reggel hozzá kell kezdeni az új megye építéséhez, a következő közgyűlésen pedig új programot tárgyalnak a képviselők. Minden döntéshozónak tudnia kell azt is, hogy nemekkel nem lehet jövőt építeni, csak igenekkel, összegezte a jövő feladatait Gelencsér Attila. A megyenapon Szászfalvi László mondott ünnepi beszédet, amelyben kitért a címeradományozás idejére is. Az államtitkár szerint nem véletlen, hogy éppen vízkereszt napján kapott a vármegyék közül elsőként címert Somogy. Azon a napon, amikor Jézus is megkezdhette munkáját. Nem pénzügyi okai voltak csak a válságnak, így pénzügyi módszerekkel nem is lehet kezelni, azt tért át az idei év gondjaira Szászfalvi László, aki szerint a helyzet kulcsa a morális válság kezelése lehet. Hát nem hiszem, hogy ma már elegendő bármilyen közgazdasági vagy pénzügyi kezelgetés, hanem sokkal inkább egy morális megújulásra van szükség, amely képes arra, hogy létrehozzon egy életerős társadalmat és egy működő, hasznos és az ember közeli gazdaságot. Tehát nem fordítva van, hogy majd a gazdaság létrehoz egy életerős, normális világot, hanem pontosan megfordítva. Az adományozás évfordulóján a gyökerekhez való visszatérést a Somogy Televízió kamerája is megörökítette. A költözés és a megújulás kisfilmjét is bemutatták a megyenapon. Somogy művészei és kulturális egyesületei is köszöntötték az 514 esztendős megyét. A néphagyományokat őrző falu, Szenna, a Citera együttessel képviseltette magát. A Megye Hét programsorozata január 7-én Bakai Kornél régész professzor Szent Koronáról szóló előadásával folytatódik. A jövő hét folyamán a somogyi települések pedig egy áldozati üstbe földet is hoznak majd a vármegyeházára, így jelképezve az összetartozást. A tudományos, kulturális és hitéleti programokat az idei évben is megyebál zárja, amelynek bevitelét ezúttal is jótékony célra ajánlják fel.